Színházi élet, 1924. augusztusi szám. Századszor írt a Pedák Sári. Isten különös kegyelméből már nagyon sok századik előadást értem meg, de talán egyik sem szorította úgy össze a szívemet, mint ez a legutóbbi jubileum. És talán azért van, mert a hosszú, nehéz évek alatt az élet ekéje egyre élesebb és kegyetlenebb lett, a kis szív pedig csendesebb, szomorúbb és érzékenyebb. Könnyebb most benne szántani. Tóni néni egy nagyon energikus asszony, akit az élet már jól megtépázott, és aki nagyon ritkán engedi meg azt a luxust magának, hogy elérzékenyedjék, de az Antónia századik előadása után, most bevallom, ahol senki se látta, egy csendes kis sarokban elbőgte magát. Nem szégyen az, az igazi könnyek sokkal értékesebbek, mint az igazi gyöngyök. Itt ebben a csendes kis hatodik emeleti lakásban, éjjel, kibámulva a Dunára, lassan visszakalandozik a szív a legelső századik előadása, amikor még Londonban hely volt számos utca, és minden utcán volt sarok. Amikor Bobolfi színezős gitáron pengette a szerenádját, és a rózsaszín trikós lábak valósággal térdig jártak a virágban. A gitárt híven őrzöm, a lábakat is, amelyek azóta egy nagyon-nagyon hosszú utat tettek meg, de amelyek, megint csak Isten különös kegyelméből, egy cseppet sem fáradtak, és nem is hiszem, hogy addig fáradtak volnának, amint ezeknek a lábaknak a lépésmérője a szív. A rózsaszín trikós lábakra rongyos kis csizmát húztak, és a királyi koronája helyett rongyos kis árvalányhajas kalapot tett fejemre Újházi Ede. Ezzel a kis árvalányhajas kalappal köszöntem a századik előadáson, a második századikon, a harmadik századikon, a negyedik századikon, az ötödik századikon, a hatodik századikon. Ezzel a kis rongyos kalappal integettem a magyar testvéreimnek a New York-i Lexington Opera színpadjáról azon a gyönyörű, soha el nem felejthető estén, mikor ebbe a kalapba hullottak a forró könnyeim, örömkönnyeim, amelyek azért valahogy mégis kimondhatatlanul fájtak. Ezt a kis rongyos kalapot szeretném levenni a budapesti közönség előtt mély alázattal a 700. előadáson, és ezt a kis kalapot szeretném összekulcsolt kezeimbe tartani még akkor is, amikor azok már jéghidegek lesznek. A rózsaszín trikós lábak aztán hol rongyos csizmában, hol aranyban, hol selyemcipellőben, hol everlastingban, hol ezüstben, hol brokádban lépettek egy századik előadás után a másikba. Rengeteg év múlt el azóta, rengeteg öröm és rengeteg szomorúság. A különböző kis cipőket és csizmákat felváltotta a Tóni néni csúnya, nehéz, poros, formátlan cipője. De ez csak úgy néz ki. Tóni néninek formás ez a cipő, és szép, és a por rajta kedvesebb, mint az aranyból volna. És a kockaristás lábaknak nem nehéz ez a cipő, mert már nem is a földön járnak benne, de a felhők felé lebegnek. Nyári kóborlásaimban láttam egy felejthetetlen képet. Samoába igyekeztem, és rámesteredett. A kedilek, ez a hűséges, hangtalan jó barát, a szokottnál is nesztelenebbül gördült, mikor egy fordulónál megláttam a Mont Blancot. Megállt a szívverésem. A bölgyben már sötét volt. Régen lement a nap sugarai A régen lement nap sugarai színaranyra festették a hegyóriások hófehér fejét, melyek sziklázva világítottak a rettenetes magasságban. Ez a kép jutott eszembe éjszaka, azután a századik előadás után, melyen életemben a legmélyebb húron
A legharmonikusabban hallottam a tapsot, és úgy éreztem, hogy Tóni néni csúnya, poros cipével elindult a sötét völgyben, keresni az utat fel a hegyre, ahol a hófehér fejeket színaranyra festi a lemenő nap. Dolgozni, küszködni, kapaszkodni fel, fel azon az úton, ahol már ritkább a levegő, és gyorsabban, erősebben, tisztábban dobog a szív.